Sziasztok! Én Fanzaris Diana vagyok, ti pedig a Mancsvár című műsort nézitek. Ismét sok helyen jártunk. Íme! Az állatok segítenek. Állatmentők Szolnokon. Egy súlyos probléma. Most arra láthatunk példát, amikor állatok mentenek embereket. Ez egyáltalán nem ritka dolog, csak hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy kedvenceink is segítenek nekünk. Megtalálni valakit éjszaka a sűrű erdőben, olyan, mint tűt keresni a szénakazalban, teljesen esélytelen, kivéve, ha ott vannak a keresőkutyák. Újpesten vagyunk. Az Újpesti Állatmentő Liga és a Kutyák rá kellen az életért alapítvány gyakorlatán. Persze az idejövetel se volt egyszerű, volt dolguk a gyakorlat előtt is. Egy kilakoltatásról jöttünk, egy sajnálatos kilakoltatásról, ide a rendőrség riasztott minket. Nem tudom a részleteket, hogy miért lett kilakoltatva a tulajdonos, annyit tudok, hogy ő nem tartózkodott otthon, és élő állat volt benn, ezért hívtak minket, hogy az élő állatot szállítsuk el. Azóta a tulajdonos már jelentkezett. A cica még pár hétig az állatmentők vendégszeretetét élvezi, amíg a gazdi rendezi az életét. De most vissza a gyakorlathoz. Az elképzelt történet szerint két ember eltűnt, és őket kell most megkeresni. Ilyenkor először kiosztják az eltűnt személyek fotóját, térképen átnézik a helyszínt. A speciális felszerelést és a helyismeretet az állatmentők adják. De miért is mennek a Népszigetre, és miért vannak itt a keresőkutyások? Azért megyünk a Népszigetre, mert van egy együttműködésünk a Kára nevű keresőkutyás szolgálattal, és úgy lett az együttműködés, illetve az vonatkozik rájuk, hogyha Újpesten eltűnt személy van, akkor ők jönnek az Állatmentőligának segíteni, illetve az Állatmentőliga színeiben keresik az eltűnt szemét, és ebben mi segítünk nekik. Természetesen segít a rendőrség is a gyakorlaton. Az újpesti önkormányzat a rendőrséggel közösen fontosnak érzi az állatmentők munkáját és támogatja őket. A helyszínre kiírva egy gyors egyeztetés, és elindul a keresés. Éles helyzetben nem lehet késlekedni, mert emberéletek múlhatnak rajta. Magyarországon három területen használják a kutyákat, romkutatásra, területkutatásra és nyomkövetésre. A nyomkövetés és a területkutatás között az a különbség, hogy a nyomkövető kutya az egy adott szagot követ, tehát az eltűnt személynek a ruhájáról vesz szagmintát és annak a szagát követi. A területkereső kutya viszont általánosan keres olyan embereket, akik nem életszerű testhelyzetben találhatók meg a területen. ...2007-ben hozták létre az alapítványt. Ezen belül működik a keresőkutyás szolgálat, tagjai viszont már régebben is foglalkoztak mentőkutyákkal. Javarészt önkéntesekből állnak, saját kutyáikkal dolgoznak. Az alapozó kiképzés kölyökkorban kezdődik, és nem mindegyik kölyökből lesz mentőkutya. Menteni csak az a kutya mehet, amelyik rendelkezik a megfelelő vizsgával. Minden héten több napot kell gyakorolni a kutyáknak, formában kell lenniük. De milyen sűrűn vannak éles helyzetek? Ez változó, ez attól függ, hogy milyen évszak van tulajdonképpen. Van, amikor havonta, két havonta hívnak, de volt már olyan, hogy hetente több is volt, vagy naponta egy nap alatt két riasztásunk is volt egymás után. Tehát egyik helyszínre mentünk, és utána a másik helyszínre vonultunk át. Mivel itt nem szagmintát követnek, ezért a gazdának érezni kell a kutya minden rezdülését.
kutyákat úgy képezték ki, hogy a furcsa pózban talált emberek esetében rögtön jelezzenek, azaz ugassanak. Ez egy gyakorlat, most az eltűnt személyt szerencsésen élve megtalálták, viszont ez nincs mindig így. Éjszakai mentés nem egyszerű feladat, de az Újpesti Állatmentő Liga rendelkezik olyan aggregátorokkal, lámpákkal, amivel ezeket a problémákat hamar megoldják. Hála az önkénteseknek, a szponzoroknak, így néz ki egy keresőkutyás gyakorlat 2013-ban Újpesten. És a legnagyobb köszönet a kutyusoknak jár. Ismerünk kutya és macska mentő alapítványokat, menhelyeket, és találkozhatunk olyan állatmentőkkel is, akik a hüllőket vették pártfogásukba. Haszonállatukat nagyon kevesen mentenek, viszont a Csillagszem állatvédelmi alapítvány köztük is az élen jár. Szolnok külterületén járunk. Itt található az a több hektáros tanya, ahol azok a haszonállatok vannak, akiket Abonyi Mónika és csapata mentett meg. Vannak itt lovak, disznók, kecskék és lámák is. Sorsuk egyben hasonlít. Mindannyian az éhhaláltól, a sanyarú sorstól menekültek meg. Pedig az állattartás mény is szabályozza. Van egy olyan szemlélet is még mindig, amit el kell elfelejteni, hogy az én portálom van, az én állatom, azt csinálok vele, amit akarok. Ez már nem igaz. Létezik állatvédelmi törvény, hál' Istennek, és be kell tartani. És ami nagyon fontos megint, hogy tartassuk már be, könyörgöm, azt a törvényt. Azért hoztuk azt a törvényt, nem? Hogy azt be kell tartatni. Hát akkor tartassuk már be, és akkor nem lenne szükség annyi állatvédőre sem, könyörgöm. És boldogan élnének az állatok, ha betartatnánk azt a törvényt, amit egyszer már meghoztak. Most idézünk a törvényből. Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények. Tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége. A Csillagszem Alapítvány így szeretné megköszönni a rendőrség szakszerű munkáját. Hathatósan támogatják az állatvédelmet. És itt van Szancsó Csacsi esete. Tudja, hogy én mentettem meg. Ő rendkívül sovány állapotban volt itt a Jász-Nagykun-Szolnok megyében, úgy jelentették be. A patája ekkor 40 centis, és így papucsa volt. 40 centire fölhajlott. Nem bírt menni. Olyan kövér szerencsétlen már, hogy már majdnem ez tűnik állatkínzásnak. A haszonállatok mellett kutyák is vannak. A menhelyen most közel 80 kutya találta meg ideiglenes otthonát, és várja új gazdáját. A kevés állatvédők részére kiírt uniós pályázat egyikén sikerült nyerniük. Így lehet bővíteni a menhelyet. És kell is a hely, hiszen jön a tél, és ahol nem gondoskodtak elég takarmányról, ott bizony sanyarú sors vár az állatokra. Takarmány hiánya miatt került ide Nünüke is, a bivajborjú. Bejelentették, hogy egy idős bácsinak van 3 bivaja, de nem igazán megfelelő körülmények közt tartja, illetve nincs takarmány az állatoknak, és a bácsi eladta nekünk ezt a kis bivajt, aki most jelenleg 5 napos, és mi azon az áron, amiért vettük, ő azon takarmányt fog venni az ott maradt állatoknak. Az etetés után kell egy kis mozgás, persze kötőféken, mert Nünüke már most konok, mint a vízi bivajok általában. De vissza a takarmány kérdéshez. A haszonállatok tartása rendkívül drága, ezért Abonyi Mónika nem csak a telepet vezeti, hanem mellette mást is dolgozik,
és azt a pénzt is az alapítványba teszi. És a család támogatása is nélkülözhetetlen. De most ismerjük meg Manukkát, az ormányos medvét. Rendkívül bájos és szeretetigényes, és ki is tudja mutatni a szeretetét. Tehát a fejem tetejére mászik az ölembe, beledugja a kis pofáját a kezembe, és képes bele aludni a kezembe, ennyire hozzám szokott. Alapítvány nem működhetne, ha nem lennének segítők, munkatársak, és nem elhanyagolható a környező boltok, üzemek segítsége sem. És persze a sok hektár föld, ahol a takarmányt meg lehet termelni. Ők az én gyerekeim, ezek az állatok, és a világ összes állata a gyerekeimnek tekintem, és úgy érzem, hogy nekem meg kell menteni őket. Igaz, hogy nem fogom tudni a világ összes állatát megmenteni, de amennyit csak tudok, annyit megfogok. Ami évekkel ezelőtt szélmalomharcnak tűnt, mára, hála a Csillagszem Alapítványnak és a hasonló szervezeteknek, létjogosultságot kapott. A haszonállatoknak is vannak jogaik, és ezt mindenkinek el kell fogadni. Akár tetszik nekik, akár nem. Talán a felnővő generáció az, akiben talán bízhatunk annyira, hogy tudatosan és felelősen tud állatot tartani, és tényleg csak annyit, amennyit el tud látni, és amiért felelősséggel tud tartozni is. Itt hívjuk fel a figyelmet. Aki haszonállatoknál állatkínzást vagy hanyagállattartást tapasztal, és már úgy érzi, nem tud kihez fordulni, akkor keresse meg a Csillagszem Állatvédelmi Alapítványt. Ők cselekedni fognak. Ismét egy szépségversenyen jártunk, csak itt most más volt a cél. A fajta tiszta kutyák legkiválóbbjai vonultak fel, és mérték össze szépségüket. Ezek a rendezvények elengedhetetlenek a tudatos, magas színvonalú tenyésztéshez. A Kincsen Parkban jártunk. A kutya kiállításra nem csak a hivatásos tenyésztők, hanem állatbarátok, érdeklődők is járnak. És az ismerkedést a kutyusokkal nem lehet elég korán kezdeni. Ez a verseny kicsit más volt, mint a megszokott. Egy olyan nemzeti kiállításon vehetünk részt, ami a kutyások számára a lényeges CAC nemzeti győztes címet ad. Második alkalommal kapunk fölkérést az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás keretén belül a kutyáink bemutatására. 2011-ben a magyar fajtáinkat mutattuk be. 5 nap alatt a 2011 évi Omékon 80 ezer ember látta a nemzeti fajta bemutatónkat. Megkeresést kaptunk itt a 13 évi Omékra, méghozzá a nemzeti fajták bemutatása mellett egy összfajtás nemzeti kiállításon való megjelenése. Olyan jól sikerült a verseny, hogy több mint 1400 kutyát neveztek be az egész napos rendezvényre. A versenyen 10 fajta csoportra vannak osztva a kutyák. A kiállítási osztályokból pedig van papi, fiatal, növendék és már champion címmel rendelkező kutyák osztálya is.
kedvenceknek rövid idő áll rendelkezésre, hogy megmutassák magukat. Nem szabad hibázni. Alapos felkészülés után be a ringbe! Most az ausztrál juhászkutya bírálatába nézünk bele. Az elnök úr ezt a fajtát tenyészti is. A bírálat két részből áll. Először a kutya mozgását nézik meg. Most következik az anatómiai részletes vizsgálat. Ennek is megvan a koreográfiája. Fogazatot vizsgálunk, és a fejtől haladunk a különböző testtájak vizsgálatán. Végezetül a szőrminőséggel fejezzük be. Nagyon lényeges ennél a fajtánál a csontozat erőssége például. Ezt minden testtájon vizsgáljuk, fejen, végtagokon és a törzsön. Sokszor felmerül a kérdés, vajon a kutyusok hogy érzik magukat egy ilyen rendezvényen. Nos, melyik kutya nem szereti, ha vele foglalkoznak, márpedig ez a nap róluk szól. Igazából, hogyha a kutya hozzá van szokva kiskortól, és a gazdával nagyon jó kapcsolatban van, akkor ez egy játék, ez egy stresszmentes történet neki, és nem fog félni tőle, nem fog stresszelni, nem éri semmi olyan atrocitás itt a kutyát, ami problémát okozhatna későbbi életében, sőt, nagyon szeretik azt, hogy a gazda ilyenkor csak rájuk figyel, és egyedül rájuk a ringben. Egész kis sátortábor alakult ki a ringek közelében. Mindenki készül. Egy ilyen versenyen rang támogatónak lenni. De miért is támogatják a versenyt? Alapvetően a kutyakiállítások, mint olyan, egy fajta nemesítési eljárásnak a prospektusa igazából, ahol élőben meg tudod tekinteni a kutyákat, ahogy az egyes tenyésztetek és az egyes fajták alakulnak. Tehát elmondhatjuk, hogy ezek a versenyek mutatják meg a tenyésztői munka eredményességét. A tenyésztők ilyen helyen új ismerettségeket köthetnek, és élőben láthatják a potenciális tenyésztői partnereiket, és közben szakmai megbeszélések is folynak. És persze sok újdonságot láthatunk, akár kutyáink gyógykezeléséhez, akár táplálásához. És néha a kettő a kutatói munka révén egyesül. Német gyártmányú, német fejlesztésű termék németországi alapanyagból. Ez egy specializált gyógytápsorozat, ami nedves tápokat és száraz tápokat egyaránt tartalmaz, specializált betegség típusokra jó, úgy, mint hányásasmenéses megbetegedés a kutyusoknál, ami sajnos nagyon sok kutyusnak a vesztét okozta a múltban. Kutyköves megbetegedések, veseelégtelenség, diabétesz, tehát egy csomó civilizációs betegség, ami sajnos kedvenceinknél is jelentkezik. Nem csinálunk bolhából elefántot, mert a bolha probléma így is elég nagy. Csak nem vesszük elég komolyan. Az elsőre komolytalannak tűnő téma, komolyabban megvizsgálva nagyon súlyos probléma. Tehát tegyük félre a viccet. Ezek az élősködők egész évben jelen vannak kedvenceinkben. Lehet az kutya vagy macska, esetleg egy hörcsög. Télen aktivitásuk jelentős mértékben csökken, de amint jön a jó idő, varázsütésre szem elé kerülnek. Sokan azt gondolják, hogy csak egy kellemetlenségről van szó kedvencünk életében, és nem tulajdonítanak neki figyelmet. Pedig végzetes fertőzéseket is terjeszthetnek ezek az apró rovarok. A bolha problémával kapcsolatban alapvetően négy fontos kérdést kell végigjárnunk. Az első a bolha fertőződés felfedezésekor a bolha írtása. Ez történhet bolhaírtó porokkal, vermetszerrel,
különböző rácsepegtető oldatokkal, esetleg samponos fürdetése. A legfontosabb dolog, hogy a borha semmiképp ne élje túl ezt a találkozást. Ezek a szerek az állaton lévő élősködőket elpusztítják. Az ilyen célt szolgáló készítmények állatgyógyszerek. Általában a hatásuk nem tart sokáig, tehát a kezelést követően az újrafertőződést nem gátolják meg. Elérkeztünk a második fontos kérdéskörhöz, a megszerzett borhamentességünk fenntartásához. Ez történhet borhariasztó, borhaírtónyakörvekkel, esetleg rácsepegtető oldattal, úgynevezett spoton készítménnyel. Mindegyik készítménynek nagyon fontos tulajdonsága, hogy az állaton a bolhának rövidebb-hosszabb ideig találkoznia kell ezzel a hatóanyaggal. A legtöbb állattartó figyelme, érdeklődése a téma iránt itt el is fogy. Pedig pont a bolha kérdés az, ahol jelentős megelőző tevékenységet kell végeznünk. A harmadik fontos kérdés a környezetünk tisztántartása. A bolha életciklusa során az állaton vércív, a környezetben pedig petét rak. A pete mezestokban megtalálható, a padlórepedésekben, falrésekben. Ennek számát porszívózással, felmosással jelentősen tudjuk csökkenteni. Az állat tartózkodási helyét felmosással szintén tisztán tarthatjuk, szőnyegét, fekhelyét mosógépben moshatjuk. A tartózkodási helyen én óvakodnék a túlzott vegyszer használattól, ez az állaton sérüléseket, bőrén kiütéseket okozhat. Célszerű olyan készítményt használni, amelyik tartós hatású. Ezek a szerek általában blokkolják a rovarok fejlődését, tehát hatásuk következtében a petéből nem lesz lárva, vagy a lárva nem fejlődik tovább kifejlett rovarrá. Ezáltal lényegében az utánpótlás bázisát szüntetjük meg. Elérkeztünk a borha problémával kapcsolatos negyedik fontos lépéshez, a féreghajtáshoz. A bolha galant féregnek a közigazdája. Tehát ha kedvencünk a bolhát szétrágja magán, féregpetékkel fertőződhet. Ennek közegészségügyi jelentőségét nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Ha most áttekintjük a bolhaírtásnak a négy fő fontos stációját, az azonnali bolhaírtás, a bolhamentesség fenntartása, a környezet bolhamentességének kialakítása, illetőleg az utána történő féreghajtás, ez a négy legfontosabb része ennek az egész kérdéskörnek. De nem csak mesterséges, hanem természetes anyagokkal is védekezhetünk a bolhák ellen. Ilyenek például az illóolajos készítmények. Ismert tény, hogy évszázadokon keresztül használta az emberiség bizonyos növények nedveit, olaját a rovarok távoltartására. Ezen természetes anyagok hatékonysága messze áll a kemikáliákétól, és jogszabályi határozatként a 99%-os hatékonyságot el nem érő készítmények csomagolásán nem tűnhető fel sem az írtó, sem a távoltartó képesség. Ezek a készítmények ellenben nagyon hatékonyak és nagyon közkedveltek az állattartók körében. Ezeket a készítményeket sajnos viszont csak ápolószerként tudjuk forgalomba hozni. Használatuk viszont indokolt lehet például fiatal állatok esetében, ahol az írtószeres készítmények alkalmazása nem javasolt, vagy ahol bizonyos hatóanyagokra érzékenység alakult ki. Tehát gazdik figyelem! Hiába van itt a rossz idő, a védekezést a bolhák ellen nem szabad abba hagyni. Minden állatnak kell egy mancsvár. Ez volt a Mancsvár. Sziasztok! A műsor főtámogatója a Befár bolha és kullancsirtónyakörvek hazai forgalmazója, a Befár Bio Hungarika Kft.